Megjött az apukánk, akit a keresztnevén hívunk valamilyen oknál fogva most. Te sokáig ez itt az új Mystery Box. Ugye rá, hogy nagy titok, nem lehet tudni, mi van benne, ugye van rá? Nem, senki se tudja. Szóval, hogyha szeretnétek ilyet rendelni, akkor www.pontásunk.hu. Nem lehet tudni, mi van benne. For real? Szabad ilyet árulni? Rajongó kedvére való összeállítás olyan cuccokból, amelyek sehol máshol nem kaphatóak. Akár ajándékba, akár saját magadnak. Tuti a meglepetés. Meglepetés doboz, tele ajándékokkal. A termék egy része véletlenszerűen van a csomagokban. 22 ezer forint egy dobozért, amiről nem tudod, hogy mi van benne. GBM Music Production. Van benne. Milyen jó lesz ez most nekünk. Egy kis GBM Music Production. Ha még ebben a streamben valaki küld annyi pénzt, hogy ezt megvegyem, akkor igen. Akkor megveszem, de amúgy nem. Hát még a kiszállítás is ki kell fizetni, gondolom, nyilván. Remélem benne van az árba. Itt van az a kis dolgot, Geci, kezdi! Kezdem, gyertek utanam. Az szép, az szép. Wow! 15-öt benyomott. Azt a kurva. Pa, 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 pa. Jézusom ember. Hát te bolondos vagy. Kösz szépen az ajándékokat. Na ez durva. Hát border collie. Most akkor meg kell rendelnem azt a szart. Ó, kösz szépen! Jó lenne azt a dobozt megvenni. Ethereum. 0.00004.00000. Ethereumot. Szerintem az utánvétes fizetésre ráfizetek még 400 forintot, mert úgy van odaírva, hogy utánvétes fizetés, az plusz 400 forint, de csiga kiszállítás, nagyon lassú a kiszállítás. De bankkártyás fizetéshez meg az van kiírva, hogy gepárd kiszállítás. Kajak, hogy előre fizessenek az emberek, mert gyorsabb lenne. Nekem be se tölt most konkrétan, nem tudok fizetni. Baba boy. Nem tudok az oldalon első fizetni. Subon. Első szabod, köszönöm szépen Kecskevlog, hogy rám tetted. Visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Aha, tehát hogyha kibontom, és láttam, hogy van benne 3 darab póló, és visszacsomagolom, mert nem kell, mert szar, akkor az úgy nem ér. Csak bontatlanként visszaveszik a csomagot. Fogyasztó él az ellenállási jogával, úgy az üzemeltető. Szerintem ez fasság, hogy bontatlant vesznek csak vissza. Tesók, doboz opening nyitás lesz. Hello. Hello-ka, szia-szia. Üdvözlök mindenkit, szevasz chat. Na Mizu, hogy minden vagy? Minden oké. Okay. Van egy doboz. Uha. Azt is én 22 ezer forintért megrendeltem ezt a dobozt. Ez kibaszott sok pénz. Kibaszott sok pénz, és az oldalon még annyi sincs kiírva, hogy mi van benne. Szóval, ja. Tehát annyit lehet tudni, hogy egyébként ilyen tesók themed a dolog, az cső, vagy micsoda? Annyit lehet tudni, hogy rá van írva egy tesók, és az, hogy nagy titok. Aha. Figyelj, nehézségre milyen a doboz? Hát szerintem, szerintem nincs 2 kiló. Uh-huh. Szóval olyan sokra nem számítok. Azt mondták, hogy valószínűleg merch lesz benne. Tehát én is arra gondolok. De nem tudom. Mert ugye méretet nem kértek, ruhaméretet. Szóval ja. Ja, tényleg. Szóval ja. Méret az, lehet, azt nem minden kérdez. Méretből küldenek egy pólód, az cső. Nagyon jó lenne. Hogy hívják a srácot, a Benedek, aki nyomatja ezeket a rossz zenéket, amiket mostában szokott csinálni, ugye? Aha. Lehet, hogy kaptál egy ilyen izé, ilyen... Egy platin lemezt. Nem tudod, egy ilyen izé, rendesen ilyen normál CD-re kiírt lemezt. Aj, ne. Amúgy lehet. Most amúgy én voltam az első szerintem, aki megrendelte ezt a szart. Aha. Na hát, semmi különös, egy fehér doboz, itt már. Van rajta egy szám, ceruzával van ráírva, bazzeg. 7378. Látszik. Lehet, hogy már annyit eladtak? Hát az erősen kétlen. Manisát, lehet. És merch van benne! Várjál már! Ez egy... Camilla Plüss, ne idegesítsél! Ne! Na ne! Na ne! Geci, miért csinál valaki ilyet? Kitömve.hu. Az van ráírva a címkéjére. Geci. Úristen ember! Jézus, ahogy látom, van még benne... Mi van még benne? Van benne egy toll, meg egy füzet, meg egy poszter is, ennyi? Hallod? Van még benne egy bögre. Takarodj már! Várjál, figyelj, van még benne egy bögre. Akit tudom bontani. Ez mennyire egy nulla? Azt a mindenét. Várjál. Van még benne egy bögre. Aha. Egy bögre, ami rajta van, ez a smiley-s theme.
és el van törve, geci! Ne. Így becsomagolták, és el van törve, darabokba van a füle! Most ezt akkor visszaküldhetem amúgy? Vissza simán, persze. Itt a bizonyíték, hogy streamben mondhatod ki. Felvételben nyitottam ki. Bazd meg, valami Jézus, ember. Most még kajak, még elegább, amúgy ez a bögre tök faszán néz ki, még lehet, hogy használtam is volna, de így... Hát bazd meg, reklamálni fogok. Most ez kajak? Várj, tehát van egy bögrénk, egy plüssünk, egy ilyen kartonpapír, aláírva. Ja, aláírva, de ez ilyen, de az hogy van aláírva? Tényleg alá van írva. Tényleg alá van írva? Aha, na, tollal, akkor... vagy filccel, aha. Ja, filccel alá van írva. Egy toll. De várjál... 22 000 forint! Egy toll, aminek... Ez nem akármilyen toll, mert ezzel hozzáérinti ja, a telefonodhoz. Igen, ilyen tabletes. Igen, és van benne egy tesók füzet. Egy tesók füzet, aminek az elejére annyi van írva, hogy céljaim. Be lehet írni a céljaimat. De várjál, mert ebben volt még valami. Úristen, egy ilyen Instax. Legjobb 22 000 forinton volt. Hát Border Collie, nagyon megérte ezt kifizetned, bazd meg. Ezt nézd, ez egy ilyen film. De ez tényleg film, ezt ők csinálták. Ezen a Kamilla van, a Benedek, meg a másik srác. A Balázs, igen, a Balázs is ott fejen áll ő. Bazd meg. Hát ez zseniális. De meg ott, itt van egy picike dolog, erre az van írva, hogy kedves tesó! Köszönjük, hogy megtiszteltél a vásárlásoddal. Reméljük, hogy örömöt találsz a termékeinkben. És ez egy A4-es papírból van kivágva amúgy, mert látszik a papíron, hogy ólóval vágták ki, és nem túl jól. Azok azért ez 22 000 forint. Hát ebben nincs annyi value. De várj, még van itt valami. Egy ilyen. Egy nyakfasz. Aha. Egy nyakfasz. Hát a törött bögre tetszik a legjobban. Hát ez konkrétan nem ér annyit, mint amennyi benne van. Hát ez konkrétan... Ezeknek a boxoknak az szokott lenni a lényege, nem tudod, hogy azt mondják, hogy ő 40 000 forint értékű dolog van benne, és akkor most csak 20 000 a tiéd. Általában ezeknek a boxoknak mindez a lényege. Ez 5 000 forint sincs, mert ne haragudj. És törött bögrét adtak, bazd meg. Ami gondolom nem akkor történt, amikor belerakták, hanem a szállításkor, de akkor is. Like, bro, what the fuck? Mondjuk szerintem az epikebb lett volna, hogyha alapból újra kell egy törött. Hát, geci. Jó, hát én most ezt visszacsomagolom, és élek a 14 napos elállási lehetőségemmel. Ami amúgy az ASF-jükben úgy van beleírva, hogy csak a bontatlan csomagot veszik vissza 14 napon belül, ami szerintem amúgy kurvára nem legális, nem tudom, hogy vagy ezzel. A bontatlan csomagot? Hát nem, elég, hát életszerűtlennek hangzik, inkább azt mondom. Hát egyébként. Igen, mert hogy ugye csomagot nem bontott ki, akkor nem tudod, mi van benne. Ja, igen. Mondjuk az olyan csomagokra esetleg, amit tudod, nem te rendeltél, hanem valaki prankből hozzád küldte, úgy oké. Okay. Hát... Whatever. Hát ez egy eléggé lackluster élmény volt, azt kell, hogy mondjam. Az meg ez... én azt hittem, hogy lesz benne valami, legalább egy olyan kis, nem YouTube figura, vagy nem YouTube, mi a faszom, vágod, ez a kis nagyszemű faszom márkás tudsz. Ja, igen. Vagy az akár a YouTuber Funko Pop. Ja. Azt tudom. Hittem, hogy legalább tényleg lesz valami érték benne, de hát ez konkrétan semmi. Többre mentem volna, hogy rendelek. Mutasd már meg még egyszer. Kulcs. Keci, el sem hiszem ezt. Ez mi? Tényleg? Gondolj bele, hogy hát... valaki ilyennel fog aludni. Ez nem geci ijesztő? Igen, de amúgy, mert hogyha legalább mondjuk egy ilyen rajzolt avatár lenne, akkor meg azt mondom talán, hogy oké, de bazdmeg ez, hogy így konkrétan ugye itt van a Kamillának a rendes real life arca, bazd meg ezen a szaron. Ez geci. Ez nagyon gáz. Amikor őszintén, hogy amúgy nem sok mindent lehetett amúgy várni ettől az egésztől, mert mint hogy szerintem a tesóktól így trashebb dolog amúgy nagyon nehezen tudsz találni attól trashebb bármit is igazából, amint a tesó képvisel itt a YouTube-on. Itt a support telefonszám. Na várjál! Felhívod izébe? Mint a szart. Na. Jajajaj, lássad a telefonom. Fú, szerencsére nem a bögre. Milyen kár lenne, ha eltörne. GBM Music Production. Biztos, hogy ez a telefonszám? Nem van valaki az anyukáját adta meg. Szerintem jó, hogyha rákeresel. Amúgy. Jó. Honnan rendelted? Tesok.hu, hát honnan máshonnan? Van ilyen? Hát, hogyne.
Hello, jó napot kívánok! Gyanei Péter Kont vagyok. Rendeltem önöktől egy Tesók Mystery Boxot, és hát nem vagyok annyira megelégedve. Egyáltalán nem vagyok megelégedve a termékekkel, és a bögre még ráadásul törött is volt, szóval szeretnék elállni tőle, hogyha lehetséges. Persze, természetesen. Ez szerintem az anyjuk, nem, Bandi? Nem tudom, lehet amúgy. De az egy tesók is félszol. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. További szép napot, viszont hallásra. Hi, hallod? Na. Jaj, meg volt szeppenve egy kicsit, nem? Nem tudom, vagy csak ilyen. Amúgy érdekes ez, hogy te csak annyit mondtad, hogy szeretnél elállni ettől a vásárlástól, és akkor egyből azt mondta, hát jó. Ez nekem nagyon meglepő. Én is meglepődtem rajta amúgy. A másik gondolom, hogy meglepődtem egyébként, az az, hogy te sok ügyfélszolgálat készített. Ennyire komolytál aztán. Jól kívánok, te sok ügyfélszolgálat. Ja, Istenem, ú, bazeg. Ja. Tényleg, most ki a fasznak kell egy ilyen plüss, már ne haragudj. Na mindegy, én ezt így visszacsomagolom, de még lehet, hogy leszek olyan kedves, hogy még több csomagolást is teszek rá, vagy nem tudom, hogy még jobban eltörjön a bögréjük. Ja, halomra törjön az. Ennyit a bontatlan elállásról, XBBB. Ennyit a bontatlan elállásról, amit írtak az ASF-ben, amúgy igen. De ki tudja, még lehet, hogy leszkemmelnek, vágod, visszaküldöm a csomagot, és nem kapok lófasz se. GBM Music Production. Tehát, hogyha nem kapnád vissza egyébként mondjuk az árát, csak visszaküldöd a csomagot, igazából úgyis jobban jársz, mert akkor nem kell rakosgatnod ezt a sok szemetet, amit kapnál végül is. Amúgy igen. Ravencrox ügyfélszolgálat, man? Hát nem tudom. Amúgy Ravencrox ügyfélszolgálat. Én fogom azokat a telefonokat is felvenni. Igen, tessék, Ravencrox ügyfélszolgálat. Én biztos igen. Nem Alexandrás vagyok. Parancsoljon most. Jaj, ez nagyon szánalmas volt, úristen. Kösz, hogy adtátok az ötletet, bazd meg, ehhez az egészhez. Meg, hogy kifizettétek, bazd meg. De hát ez, hogy el volt törve a bögre, érted? Hogyha még nem lett volna eltörve, akkor lehet azt mondom, hogy nem állok el tőle, mert mekkora mém lett volna, hogy itt van mögöttem a Kamilla vágott, de... Mém értéke is nagyon kevés volt ennek a doboznak. Tehát inkább maga, amikor kinyitottad, inkább ilyen szánalmas volt, ami amúgy benne van. Tehát mennyire fele üres volt, bazd meg. Ja, igen. Tehát ez... hihetetlen. Meg az, hogy nem csomagolták be rendesen a bizét. Tehát, hogy nem raktak mondjuk bele egy csomó, tudod, ezt a... Styrofoam faszom. Ja, igen, vagy ez a pukkanó lófaszt érte. Csak annyit kellett volna, hogy belebasszák az egészet, és akkor nem lett volna valószínűleg baj. Ja, tehát... hát ez a pukkanós szar, ez csak körbe volt tekerve a pukkanós szarral a bögre, és ennyi. Ja, és ezért törött el. Ja. Most oké, tudom, hogy nagyon shady banda ez a tesók meg minden, de bazd meg. Azért ez nagyon nagy pofátlanság. Ja, ez már majdnem ilyen scam jellegű egyébként. Most ennyi erővel küldetnének egy üres dobozt, amiben bele van, mit tudom én, rakva egy papír, vagy mit a kurva anyád, vagy nem tudom. Körülbelül, de ez lényegében az volt. Nézzük már meg, hogy mennyibe kerül egyébként ez a plüss, mert látom, hogy valami van ilyen hivatalos oldala ennek a lófasznak. Most bontsam ki megint. Nem, kitömbe.hu, kitömbe.hu, eszembe jutott. Nézd már meg egyébként, hogy mennyibe kerül. Egyedi kitömött arcképes figurák. Tehát ezt konkrétan még nem is ők csinálták, hanem berendelték valahonnan. Aha. Ja. Uh-huh. 6900 forint. 6900 forint? Igen, azt írják. Tetszik az ilyen, mondjuk szerintem még ez is kurva drága egyébként, hát 7000 forint ezért a szarért. Igen. Nem tudom, a bögre azt szerintem nem tudom. Hát ezeket a merch bögrék általában ilyen 3000 forint szokott lenni, nem? Hát nem volt 10000 az értéke szerintem ennek. Még akár is vagy? Próbáljuk számolgatni. Nem. Hát figyelj, örülök, hogy ezt együtt éltük meg. Élmény volt, ezt nem mondom, hogy jó, de élmény. Fasz ki van. Hát ez szomorú, én többre számítottam. Ja. Most akkor, na, hogyha nincsen szub, akkor 7,5 óráig fogsz meg streamelni. Igen. Ja, de hogyha lesz, akkor és mindig fél órával megy fel egyébként, vagy? Nem, amikor alszok, akkor fél órával megy fel, ha nem alszok, akkor 15 percen megy fel. Jó, rendben van, én is hagylak téged itt szubatonozni. Ja, nyomjuk itt a kis szuboljatok fel ide, emberek, hogy ezer évig. Na, ennyi, ahogy Bandi mondja, most mindenki küldjön nekem pénzt, imádom a pénzt, bazd meg. Gyerünk, a pénz az jó. A pénz nagyon jó. Főleg, hogy a tesók dobozra költed, amiben törött bögre van. Igen. Na, hát köszönöm ezt a élményt, köszönöm, hogy beszéltünk, és chat nektek meg kitartást. Na, akkor ennyi. Hello. Hello, sziasztok, hello. Hello.
Várjátok egy pillanatot. Geci, felhívott a Tóth Benedek, vágod? A Tóth Benedek felhívott ismeretlen számról. Ezt most lesz leklippelem, Geci. Azt mondja, itt a azt mondja, ó, hallod? Azt mondta, hogy itt a kedvenc barátod, aki próbál zenélgetni. Most mondom, hogy ki? Micsoda? Nem értettem, hogy ki az, mert ismeretlen szám. És felismertem a hangját. És mondom, vár, Geci, mi van? Nyomhatom streambe? Azt mondja, mi? Mondom, ember, szabadon van, és lenémítottam a streamet. Azt mondja, jó, mindegy, akkor hagyjuk, csá. Azt kérdezte, hogy jók voltak a termékek? Figyelj, hallgassátok. Várjál, itt köszöntem el. Figyelj. Várjál egy pillanatot. Meg tudom oldani, csak a bal fülbe szóljon, bazd meg. Legalább nektek. Halló, tessék. Szia, barátom. Itt a kedvenc YouTube-ered beszél. Melyik? Hello? Szia. Szia. Hát a... Aki próbál zenélgetni, és csak nem nagyon megy neki, tudod? Oké, okay, nem tudom. Mit szeretnél? Tetszettek a termékek? Mit? Tetszettek a termékek? Milyen termék? Ne! Várj! Felismertem a hangod. Nyomhatom streambe? Streambe? Streamelek? De soha, annyi kicsi. Ne, várj. Gab. Csak neked van. Ja, de bazeg pont ment közben az alert. Azt mondja, hagyjuk is inkább. Ez az alert az időben volt videóba. De soha, annyi kicsi inkább. Csak neked van. Na, te most miért? Hát, nem tudom. Mindegy, csak megkérdeztem, hogy újságban, hogy jól vagy, vagy ilyenek. Jó, csak szabaton van, és most lenémítottam a streamet. De szeretnél köszönni? Ja, nem? Bocs, folytasd, csak nyugodtan. Nem, csak. Tényleg, nem izébo... Geci, felhívott a Tóth! Kinyomott, Geci. Rendesen kinyomott. Hát ez... Úristen... Hívd vissza. Ismeretlen számról hívott, vágod, punci. Milyen jó, hogy itt tart a technológia, hogy mindent fel lehet venni. Honnan tudja a számom? Hát onnan, hogy rendeltem tőlük. Ez nem GDPR ellenes, hogy nem ügyfélszolgálatként felhasználják a telefonszámodat? Amúgy de! Benedek, úgy tudom, hogy úgyis nézed a streamet, mert mondtam, hogy streamelek, és nem bírsz a seggeden maradni. Hova kell küldeni a csomagot? Benedek, hívj vissza! Érdekel, hogy miért kell lehúzni az embereket egy ilyen drága csomaggal, ami semmit nem ér. Szép napot. Ismét én volnék. Tóth Benedek, az... Gyenei Péter Kont. Az imént hívott fel engem Tóth Benedek ismeretlen számról, és nem tudom, hogy ez szerintem egy kicsit törvénybe ütközik, hogy így felhasználják a telefonszámot a rendelés után személyes célra. Nem tudom, hogy Tóth Benedek az képviselője a cégnek, illetve szerintem nem olyan ügyben hívott, ami a rendelésemhez tartozik, hiszen úgy köszönt be, hogy én vagyok, hogy ő a kedvenc youtuberem, vagy valami ilyesmi, és be sem mutatkozott. Nem tudom, hogy ez így hogy törvényes. A cég alkalmazottja? És akkor miért ismeretlen számról hívott fel, és miért nem mutatkozott be? Na, most akkor szeretném letisztázni önnel, hogyha bármilyen formában megjelenik a termék, ami a dobozban volt, amit majd vissza fog nekünk küldeni. Igen. Akkor az üzleti titkot fog sérteni. Ez csak úgy előjáróban. Ajaj. Hát az nem jó. Jó, úgyhogy és a... Látom a streamben már ott vagyok, az a hangom is ott van, ugye? Igen. Akkor az mennyire törvénysértő? Hát nem tudom, felhasználni a telefonszámom az mennyire törvénysértő. De hát akkor csak nézik a streamet, na. Akkor nem tudom, miért kellett felhívni, meg miért kellett tartoskodni, szerintem. Szerintem ez nem tudom, volt elég fair. Velem szemben. Hát, de arcoskodott, mert konkrétan úgy hívott fel engem. Megbeszéltük, hogy én átküldöm önnek, hogy hova és mit, ugye? Persze, igen, és nem kaptam még meg. Hát, rendben van. Kapni fogja már is, jó? Jó, rendben, köszönöm szépen. Én is. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Zseniális. Még én leszek feljelentve, bazd meg. Basszus, most mindenki felejtse el, hogy mi volt a dobozba. Csak úgy előjáróban. Milyen doboz? Nem is volt semmilyen doboz. Üzleti titok volt. Hát ezt jól elbasztam.
Pedig csak egy poénos kis dobozt akartam. Csak nem tudom, hogy ha bármilyen formában megjelenik, ami a doboz tartalmaz, üzleti titok. Kérdem én, hogyha mondjuk egy kisgyerek megrendeli a dobozt, és kirakja Instagramra jó büszkén, hogy megjött a tesók dobozom, akkor őket is feljelentitek amúgy? Mert meg tudom, hogy mindig nézitek a streamet, akkor őket is feljelentitek? Az is üzleti titok? Gondolom. Gondolom. Hát bocsi, az én kurva anyámat, na hozok innivalót, mert szomjas vagyok. Kajak csak érdekelt volna, hogy miért kell szemetet tenni egy dobozba 22.000 forintért, de hát bazd meg. Mérgesek, mert megmutattam több száz embernek, hogy ez scam az egész. De az én nézőim amúgy se vették volna meg ezt a szart ember. Kirakott Insta sztoriba. Na jó, nézzük. Kajak kirakott Insta sztoriba, na várjál. Nézem. Másodperc. Na nézzük. Hamarosan küldöm vissza a csomagot, illetve Benedeknek üzenném, hogy felhasználni a telefonszámom, amit a rendelésnél megadtam, eléggé törvény ellenes. Hiszen úgy közben én vagyok, hogy jövök kedvenc youtuberem, vagy valami ilyesmi, és be sem mutatkozott. Nem tudom, hogy ez így hogy törvényes. Bro! Egy szimulációban élünk! Konkrétan, no beef, vágod, semmi beef jelleggel nem akartam ezt a szart kinyitni. No beef jelleggel akartam megnézni, mi ez, elmondani, mi van benne, kibontottuk, elmondtam a véleményem, és kész. Amit én megveszek, az nem üzleti titok. Mi az, hogy megveszek valamit, és üzleti titok, ami benne van? Hülye vagy? Ne haragudj, bazeg. Megveszek egy dobozt, amiben van valami, az nem üzleti titok. Péntek déli program, tesók, ne hagyj, az ebédhez az én streamem szól. Valaki keresse meg az ASF-be, hogy üzleti titok, ami a dobozban van. Kérlek, keressétek meg. Rá volt írva, hogy nagy titok. De mondjuk az igaz. Fejét már le is vette a sztoriból. Na, hát nem baj, megnéztem. Nem lehet rendelni. Mi? Kivették a rendelést? Kikapcsolták, vagy mi? Leszették a Mystery Boxot a weboldalról? Be se tölt, egyáltalán nem tölt be weboldalok. Szerintem bannolták az IP címem. Nektek se? Lehalt az oldal, mert olyan sokan rákattintottunk. A végén még DDoS támadásért is feljelentenek engem, bazd meg, mert olyan sokan rákattintottunk. De most betöltött. Termékek. Itt a Mystery Box nálam. Tesók official, itt van, tényleg. Bro, itt lörkölnek. Miért nem lehet emberek módjára ezt megbeszélni, vágod? Fenyegetőzni kell, érted? Én nem fenyegetőztem, csak megkérdeztem, hogy ez így ilyen formában, ez így hogy működhet? Hogy felhasználjátok a telefonszámomat. Leszedte rólam az összes sztorit, rendben. Szerintem akkor maradjunk ennyiben. Ezen most felbasztam magam. Figyelj, én nekem ennyi elég volt már a beefből, már ne haragudjatok. Mostanában nem szoktam a videóitokat sem nézni. Mostanában egy rossz szavam sem volt hozzátok. Valaki kifizette ezt a dobozt, egy nézőm, érdekelt, hogy mi van benne. Megmutattam streamben, hogy mi van benne. És ennyi. Szerintem ez kibaszott nagy lehúzás. Én nem gondolom, hogy ennek 22.000 forintnak kéne lennie. Ha levennétek az árat mondjuk 10k-ra, nagyon max 15-re, de azt is, hogy attól ma az infláció miatt esetleg, ingyenes szállítással, akkor még talán azt mondom, hogy oké. Okay. A bögrét meg a többi csomagba csomagoljátok be rendesen, mert az enyém kajak eltörött. Tehát én nem hazudok a nézőimnek, nem direkt törtem el, bazd meg, hanem kajak eltörött, mert streambe bontottam ki hozzá, és nyúltam egész eddig. És amúgy, ha nem törött volna el a bögre, én nem akartam volna elállni tőle, mert amúgy azt mondom, hogy még használtam is volna azt a bögrét. A bögre volt az egyetlen olyan dolog benne, ami tetszett. Nem értem, hogy miért fenyegetőzni kell, miért nem kiállni magadért és elmondani. Tehát, és itt van megint, nézik a streamet, egy szót nem írnak a chatre, nem jönnek Discordra, Benedek ismeretlen számról felhív engem, kiraknak Insta sztoriba, de amikor mondom, hogy szeretnék velük beszélni, akkor így ciripelés van, bazd meg. Ciripelés, érted? És ez emiatt mondom azt, hogy ez egy szánalmas banda. Mert nem, egyszerűen nem beszélik meg velem, vágod? És tényleg zéró rossz szándék volt bennem. No joke, nulla szándék volt bennem arra, hogy én most ezzel rosszat tegyek.
Én kurvára nem akartam semmi rosszat. Vagy most miért, srácok, szerintetek most én... Ebből én ilyen nagy... botrányt akartam, vagy mi a fasz? Úgy bontottam ki a csomagot, hogy na ez most tuti szar lesz, most ez izé, fú, ha ebben nem lesz meg az izé, ha ebben nem lesz meg az érték, akkor most én följelentem őket. Én egy szóval nem mondtam, semmi rosszat nem gondoltam. Kölyök csak azért hívtam fel az ügyfélszolgálatot is, mert el volt törve bögre. És nem szeretnék új csomagot kérni, hanem el szeretnék állni tőle. És akkor meg vagyok fenyegetve, hogy azért meg kimondottam streambe, ez most izé üzleti titok. Ember, megvettem a dobozt, már az enyém. Na figyelj, tényleg, na, legyünk barátok, tóték. Figyelj, legyünk barátok, csinálok egy videót a dobozról, unboxingolom, és elmondom, hogy milyen nagyon jó volt. Tesókapuka előrántja a bökőt, aztán a végén még a te talpodat is felvágja. Ne. Csak azt ne geci. Köszönjük Border Collie! Drámával kelek, drámával fekszek, ezek a napok, bazd meg, egyszerűen zseniális. Ria, Ria, Hungária, Ria, Ria, Hungária, Ria, Ria, Hungária, Ria, Ria, Hungária. Pedig ebből a Ria-Ria dologból még lehetett is volna valami, ha nem mondja el négyszer. Ez a videó nem sértett meg semmilyen törvényt, a személyiségi jogok sem sérültek, illetve az üzleti titok fogalma teljesen más jelent. A videó nem lejárató szándékkal készült, és nem is üzletrontás volt a célja. Köszönöm a megtekintést és a megértést, sziasztok! Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon, ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.